A szeretet nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Az első Korintus levél 13. fejezet 5. verse 3. C részéje után idéztem még a 6. és 7. verseket is, hogy, az öt, a, hogy a hatodik és az ötödik parancsolatra is fölhívjam a figyelmet, mert itt Pálapostól a tizedik parancsolatból megy visszafelé, az ötödik parancsolat felé, hogy az igazi szeretet miben létét elénk állítsa, és annak szellemében, amit Jézus is mondott, ha engem szerettek az én parancsolataimat, megtartsátok. És ahogy János Apostol is mondja az első levelében, hogy aki megismeri az Istent, az megtartja az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy, hogy megismerte Istent, és nem tartja meg a parancsolatait, abban nincs se szeretet, se igazság. Isten, aki az igazság és a szeretet egysége, a törvényeiben is ezt nyilatkoztatta ki számunkra, hogy már itt a Földön akkor élhetünk igazi, boldog életet, hogyha egyesül bennünk a szeretet és az igazság, amelyeket az ő parancsolatai tesznek nyilvánvalóvá és egészen konkréttá mindannyiunk számára. Nos hát a hatodik és ötödik parancsolat így összefüggésében nézve, Ennyit jelent a hétköznapokban a szeretet nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Tehát a ne őj nem csak az, amikor tehetlegesen elveszik valakinek az életét. A haragból indul ki minden. Ezért mondja, hogy a szeretet nem gerjed haragra. A haragot, ha megengedjük magunknak, akkor abból a gyűlölet lesz, a megvetés lesz, a másik embernek az elutasítása lesz. Jobb lenne, ha nem is élnél, idáig is elmennek az emberek, hiszen mi másért háborúznának, mi másért ölnék meg a másik embert nem csak parancsra teszik ezt az emberek, az emberi szív hajlandósága borzalmas, de hogyha valakiben igazi szeretet van, az nem gerjed haragra, sőt nem rója fel a gonoszt. A Biblia a haragtól visszafelé is megy, és azt mondja, hogy nem beszél mindig a rosszról, nem sóhajtozik a másik ellen, Jakab levele 5. fejezetében olvassuk ezt a kijelentést, vagy egymás ellen a szívetekben se gondoljatok, gonoszt olvassuk Zakariás könyvében, talán két alkalommal is. Vagyis az igazi szeretet az hosszú tűrő, jóságos, és ebből kimozdíthatatlan. Ha olykor-olykor kimozdítanak bennünket, mint Mózes is a népe, amikor rácsapott a kősziklára, Isten nem is engedte ezért a bűnért bemenni Kánaán földjére, de gondoljunk arra, hogy igen, megtörténik az, hogy olykor-olykor előfogaroz bennünket, hibázunk de rögtön lehet javítanunk. Rögtön ismerjük el, hogy ez nem volt szeretet. Rögtön ismerjük el, hogy Istenem segíts, én ezt bánom, segíts, hogy holnap ne tegyen meg ezt, és Isten csodálatos erővel ruház fel bennünket, hogy megerjedjünk haragra, hogy ne rújjuk fel a gonoszt, hogy folytatja tovább, nem örül a hamisságnak, de együtt törül az igazsággal, hát a kár öröm, ó, milyen elterjedt emberi vonás, és milyen sokszor hangtalanul, nem bevalva magunkban belül örvendezünk abban, hogy hát más miket követett el, amiket persze régen mi is elkövettünk, csak annak az emléke már elfakult, milyen jó egy színes emlék a mából vagy a tegnapból. De a szeretet nem örül a hamissággal. A szeretet az, az igazsággal örül, és a szeretet tárcán kínálja a megoldást, és így jutunk el az ötödik parancsatig a, a szülők, a fejjebb valók, a tisztségben viselők tiszteletéig, mert ott se kell örülni annak, hogy az államelnök milyen rosszul viselkedett, vagy a miniszterelnök milyen gyalázatos magatartást tanúsít. Ne örüljünk a, a hamissággal, hanem örüljünk együtt az igazsággal, és minden méltóságban levőkért tartassanak könyörgések, esedezések, imádságok, hogy mondja pál az első Timóteus levél második fejezetében nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent elfedez. Lepelborítson minden rosszat, mint Noé szégyenét, hogy a két fia leborította, és Kámmal együtt nem élszelődtek ezen. Mindent hisz, vagyis a mindent hisz, az nem hiszékenység, mindig a jót feltételezi. Akkor is a jót feltételezi a szerető, hívő ember, ha már becsapta az az ember. Legfejebb óvatos. De akkor is a jót feltételezi. Nem tehez is katujába a másik embert. Nem mond rá ezt, meg azt, meg amaszt. Óvatosabb, tartó biránta, de mindent hisz, mindig a jót feltételezi. Mindent remél. Mert hiszen mindent remélnünk kell, hogy, a, hogy, hogy ha mindent nem remélünk, minden jót nem remélünk másokkal kapcsolatban, akkor magunkkal kapcsolatban milyen reménységünk lehetne? És hogy elkezdődött a szeretet himnuszának ez a második nagy része, azzal kezdődött, hogy hosszú tűrő, és mivel végződik, hogy mindent eltűr. A hosszú tűrés és a türelem abroncsába van szorítva a szeretet himnuszának második része, amelynek olyan jó volt végigmenni egyes, akár csak félmondatos kijelentésein. Remélem, hogy megmarasztjuk ezeket, remélem, hogy tanulunk belőlük, és remélem, hogy a szeretet himnusza, amelyről I. Zsula azt mondta, hogy ennél szebbet, igazabbat költő nem mondott, annak a kijelentései gyökeretvelnek az életünkben.